Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videó nagyon-nagyon érdekes lesz, ugyanis ismételten egy nézőm datapackjét fogom kipróbálni. Kádani készítette a mai videóhoz a packet, innen is köszönöm neki, a letöltési linket megtaláljátok a leírásban, és hát miről is fog szólni a mai videó. Mint ahogy láttátok, a bedrockot ki lehet majd ütni, és a bedrockból OP cuccokat fogunk kapni. De hát mi is kell ahhoz, hogy igazából a bedrockot ki tudjuk ütni? Elég sok minden! És euh, nem is olyan egyszerű ezt megszerezni, nagyjából balanszolt ez az egész. Hogyha még nem lennél feliratkozó, akkor mindenféleképpen fejeld meg azt a nagy piros gombot. Célunk az 50.000 feliratkozó, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki segít ebben. Igazából el kell készítsünk egy különleges csákányt itt a Minecrafton belül, ehhez szükség lesz értelmszerűen egy crafting table illetve viszonylag sok játékidőre. Ugyanis netherite blokkok fognak kelleni ennek a csákánynak az elkészítéséhez, illetve egy gyémánt csákány. Hogyha ezt ilyen módon összekraftoljuk, akkor ahogy látjátok, kapunk egy netherite pickaxe-t. Azonban ez nem egy netherite csákány lesz, ugyanis hogyha kihozzuk, akkor itt is van a bedrock szedő 6000. Tényleg konkrétan ezzel ki fogjuk tudni ütni a bedrockot. És itt van egy kis leírás, amit Dani írt, hogyha a kezemben tartom, és nem googolni kell, hanem ugrálni a bedrock blokkon, akkor ki fog ütődni, és kapni fogunk egy izgalmas OP tárgyat. Úgyhogy szerintem ne is szaporítsuk tovább a szót. Én azt mondom, hogy változtassunk mindent bedrokká. Itt is van a bedrock szetünk, és itt van jó sok bedrock. Úgyhogy el leszünk szerintem ebben a mai videóban, meg fogjuk azt nézni, hogy igazából milyen cuccokat is kaphatunk így a bedrock segítségével. Annyit tudni kell, hogy ezt így nem fogod tudni kiütni. Ugyanis a Minecraft mechanikáit azért a datapack nem feltétlenül tudják megváltoztatni. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ugrálni kell rajta egy keveset, és kitört a bedrock, és kaptunk egy ollót. Oké, okay. köszönjük szépen, viszont hogyha csak így random ugráltok rajta, és megvan az inventory a csákány, akkor is igazából működik, de azért így a játék élményt mégiscsak jobbá teszi az, hogyha a kezdetekben van és úgy ütitek ki. Kaptunk egy Netherite cipőt így a bedrocknak a segítségével, itt pedig kaptunk krumplit, let's go! Na végre valami kaja, hát ha ezt tudom, abban nem is adottam volna kaját magamnak, na mindegy. És egyébként ez működik úgy saját magától is, tehát hogy ezzel tudtok alapvetően is bányázgatni, azért egy mendinget úgy jól lenne rárakni, bár ez nem tudom, hogy mennyiben befolyásolja itt a működését, de hát ezt kiderítjük. Szóval raktam rá egy mendinget, kíváncsi vagyok, hogy még így is működik-e a csákány. És működik, igen. Úgyhogy azért egy mendinget rakjatok rá, mert ezt tényleg alapvetően is fogjátok tudni így bányászáshoz használni, és azért nehogy már így elkopjon, meg nyilván egy unbreaking se ártana. Most kaptuk egy horgászbotot, az kevésbé OP cucc, viszont a netherite X az már eléggé OP-nak mondható szerintem, úgyhogy ö, ennek lünk black Shaker box, úristen! És most még annyit akarok mutatni, hogy ezek ö, tényleg bedrockok, -ok. tehát hogyha én most lejövök, teljesen ide az aljára, és mondjuk ki szeretném ütni ezt a bedrockot, akkor ez ugyanúgy fog működni. Nem függ attól, hogy kreatívban van lerakva a bedrock, vagy nem. Ugyanúgy ki fog tudni ütni. Block of quartzot kaptunk, watt. Nem tudom, mennyire van szükségünk egy quartz blokkra. Szerintem úgy semennyire. Szerintem még így is jobb, mint a semmi, hogy ki tudjuk szedni a bedrockot, és még ráadásul OP cuccot is kapunk belőle, mint például ez a block of iron. Szóval végre van egy módszer a játékban, nyilván datapack segítségével, hogy ki tudjuk szedni azt a csúnya bedrockot, és még hasznunkra is válhat. Ugyanis kaptunk például egy shieldet is. Kaptunk egy tridentet, sárkányfej, mi a fene? Kaptunk egy sárkányfejet, és fel is vettem, mert miért ne venném fel? És igazából ilyen kb. 5 kell ugrani egyébként ahhoz, hogy ez, ez így megvalósuljon. Most arra vagyok kíváncsi, hogy mi van, ha a kettő között ugrok. Aha, akkor a legközelebbit fogja kitörni igazából, és nézzük meg, hogy miket kaptunk még. Kaptunk beacon megint kaptunk Block of iron megint Dragon Head-et. Ja, hát meg egy, egy XP poti természetesen. És itt is van Netherite Helmet. Azért az picit OP, szerintem, mint a sárkányfej. Ha haladjunk egy picit beljebb, igazából tényleg semmi jelentősége nincs annak, hogy hol ütött ki a bedrockot, meg ilyenek. Van itt Enderpearl, Netherite legging. Durván meg tudod magad szedni a bedrockok miatt. Kaptam Netherite kordot is, és újra Netherite cipő. Szóval tényleg fullosan OP dolgokat kaphatunk innen a bedrockból. Például most egy, egy crossbow is kiesett. És hát, ha már kaptunk egy shulker akkor miért is ne abba raknám be igazából a a dolgokat, amiket kaptunk. Hát sárkányfej az most elég gyakran jött. Oh, OP aranyom, let's go! Igazából azért nem lent vagyok a bányába, és azért itt kint csinálom ezt az egészet, mert itt nagyobb a fény. És jobban el tudom mutogatni a dolgokat, mint lenne a sötét bányába. Úristen, kaptunk egy totemet is! Mondjuk így ne dorájtos meghalni azért szerintem elég nehéz, de nem lehetetlen. Úgyhogy azért biztos, ha jól jön a totem. a! Block of Emerald, 9 darab Emerald, mehetünk is a falusiakhoz kereskedni egy picikét. És egyébként, aki nem tudná, hogy hogyan kell ilyen dotapeket berakni, arról van egy videóm, úgyhogy ezt mindenféleképpen ki tudjátok próbálni. És ezt azért javaslom, mert egyrészt tényleg fullosan hasznosnak tűnik, másrészt pedig egy nézőm csinálta. Tehát, hogy nem egy egy külföldi emberke, nem tényleg az egyik nézőm, és szerintem ö, nem végzett rossz munkát, hogy úgy mondjam. Sákörboxokat nem lehet a sákörboxba rakni, de még kaptunk OP almát, illetve Eye of Endert is. De az a jó, hogy tényleg nem fog elkapni így a csákány, úgyhogy bármennyit ugrálhattok bedrock blokkokon, semmi rossz nem fog történni. És igen, egy idő után nyilván azért így ismétlődnek a dolgok, mert korlátozott számban vannak bent, tehát a, Minecraft azért korlátozott itemek terén, meg OP cuccok terén is, viszont ilyet még nem kaptunk. Firework Rocket! az mondjuk az elitrához azért nem lehet olyan túlzottan rossz. És ott is a gyémánt Erre vártam, hogy valami gyémántosat is kaphassunk, és igazából meg is történt. Gyere, most azért egy picit örülök. Még olyat szeretnék látni az inventorimban, hogy mondjuk elitra. De elitrát nem nagyon akar adni a játék, pedig elvileg annak is benne kéne lennie. Csak valamit azért úgy picit ritkábban ad a játék. Na, Netherite, még igazából nem kaptunk. Úgyhogy az is egy újdonság, újra egy totem. Ó, oh, ez is egy újdonság. Mármint úgy újdonság, hogy eddig még nem kaptunk. Turtle Shell, let's go! Simai! miért Mihez se kaptunk még a mai napon? Totemet már igen. És ott is az az elitra, let's go! Megkaptuk végre. Úgyhogy csácok, látjátok, hogy milyen OP cuccokat kapunk a bedrockból. Tehát azért két boxot meg tudtunk telíteni olyan itemekkel, amik vagy ritkák, vagy pedig nagyon ópék. Úgyhogy ö, én azért mindenféleképpen meg vagyok elégedve ezzel a datapekkel, Köszönöm szépen innen is Donna még egyszer ezt az egészet. És a srácok, még egyszer mondom, ott lesz a letöltési link a leírásban, ki fogjátok tudni próbálni ti is. Kaptam egy lapisblokkot is még így a végén. És még annyit említenék meg így a videó végén, hogy Dani nekem azt mondta, hogy szívesen csinálna még több és több datapekket, így videókhoz. Úgyhogy srácok, arra kérlek titeket, hogy írjatok le néhány ötletet Daninak, hogy esetleg mit tudna megcsinálni a Minecrafton belül. Természetesen az jó lehet, mert videó is készül belőle, illetve Dani sem fog unatkozni. Ha van bárkinek bármilyen ötlete, nyugodtan írja meg kommentben, és hát meglátjuk, hogy igazából mit lehet belőle majd kihozni. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen tényleg a figyelmet, ha tetszett a videó, jelezzétek egy lájkkal, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok a csatornámra, találkozunk legközelebb, lejetek jók, sziasztok! thank <laughs> you